Megkezdődött a volt osztrák kancellár Sebastian Kurz pere egy bécsi bíróságon. Kurzot és két társát hamis tanúzással vádolja a gazdasági és korrupciós államügyészség, amely azt állítja, hogy Kurzék nem mondtak igazat, sem az államügyészség, sem az osztrák parlament korrupciós ügyeket vizsgáló bizottságának meghallgatásán. Amennyiben a vád bebizonyosodik, Kurz akár 3 év börtönbüntetést is kaphat. Több mint 30 év után ez az első alkalom, hogy egy volt kormányfőt vonnak felelősségre bíróság előtt Ausztriában.